Amikor új egészségügyi krízis alakul ki, nem árt, ha megfelelően informáltak vagytok. Üdvözlünk a WatchMojo Magyarország csatornáján, ahol 10 dolgot gyűjtöttünk össze nektek, amit jó, ha tudtok a koronavírus járványról. China's Health Commission is warning the ability of the deadly coronavirus to spread is getting stronger. Ezen a listán a legfontosabb információkat szedtük össze a vírus kitörésével kapcsolatban, hogy segíthessünk tájékozódni, elkerülni a pánikot és betartsa mindenki az előírásokat. Vigyázzatok magatokra és egymásra, mert ez már tényleg nem vicc. 10. Mi is a koronavírus? Hogyha aggaszt titeket valami, legjobb előbb informálódni. Amikor egészségügyről van szó, akkor pedig rendszerint beindul a szenzációhajhászat és a félelemkeltés is. News about the coronavirus is spreading fast, but so is misinformation. Much of it is stoked by fears online. Kezdjük akkor a koronavírus misztifikumának lerombolásával. Nincs olyan, hogy egyetlen koronavírus, ez egy általános vírustörzs. Legtöbbjük emberekre szinte ártalmatlan. A tünetek nem többek egy átlagos megfázásnál, maximum légzőszervi gyulladáshoz vezetnek, ami pedig gyógyszeresen kezelhető. Viszont sajnálatos módon időszakosan kialakult egy olyan vírus, ami elképesztő sebességgel terjed emberek között, és rájuk nézve komoly kockázatot jelent. Az utóbbi 20 évben 2 ilyen veszélyes koronavírus terjedt, a SARS, azaz a súlyos akut légzőszervi szindróma, illetve a MERS, vagyis középkeleti légzőszervi szindróma. But some experts fear SARS may now spread further. 9. Hol kezdődött? A tudományos neve ennek a koronavírusnak a 2019 nCoV. Viszont ez a Kínából, azon belül is Wuhanból származó novel koronavírus itthon a COVID-19 névre hallgat. A COVID-19-ről azt mondják, hogy egy wuhani tenger gyümölcsei és élőállat piacról ered. Hihetetlenül nehéz a pontos forrást megjelölni, viszont tudományos körökben a vírus genetikai szekvenciái alapján egy kígyó volt a fő gyanúsított. Ezután jöttek a denevérek a képbe, ugyanis ezek az állatok messzeföldön híresek arról, hogy vírusokat terjesztenek. Lehetséges, hogy valóban van közük a vírus terjedéséhez, viszont a denevérlevestevő hölgynek, amit állítólag Wuhanban filmeztek le, nincsen, mivel az a felvétel Palauban készült. 8. Mik a tünetek? Egy ideális világban minden életveszélyes betegségnek könnyen megkülönböztethető ismertőjelei lennének. Sajnos a COVID-19 is a vírusok azon családjához tartozik, ami a lehető legáltalánosabb tüneteket produkálja. Köhögés, láz és légszomj. Ezek a tünetek szinte minden felső légúti gyulladásra és fertőzésre igazak. Így a kimutatás időigényes és néha már túl késő a megelőzéshez. It seems quite mild in lots of people, and probably those people don't end up in hospital at all. We only know about the more severe cases. Viszont innen átmegy alsó légúti gyulladásba, ami már tüdőgyulladáshoz vezethet. Egyes betegeknél pedig szédülést, hányingert, hányást és vagy hasmenést is megfigyeltek. 7. Hogyan terjed? A koronavírus légzőszerveinken keresztül terjed tüsszentéssel vagy köhögéssel. Ez egyik azon kevés dolognak, amit a tudósok biztosan állíthatnak a vírussal kapcsolatban. Mivel a koronavírusok általában képtelenek életben maradni gazdatesten kívül, így nem kell túl stresszelnünk a Kínából érkező csomagokat. Ami viszont nehezíti a védekezést, az az inkubálási időszaka. A CDC nem tud egy pontos időpontot adni, hogy hány napig élhet meg a vírus gazdatesten kívül, 2-14 nap közötti időszakot mondanak, viszont nincsen egyértelmű konszenzus erről. Az inkubációs időszakra pedig nagyjából 5 napot satszolnak. Viszont akár filmeken is megmarad órákig, így fontos odafigyelni erre is. A legijesztőbb az, hogy a COVID-19 már azelőtt fertőz, hogy kimutatható lenne bármilyen szindróma. Authorities are now warning that the virus is contagious during its incubation period. 6. Hogyan védhetjük meg magunkat? Amikor víruskitörés van, a szabályok szinte mindig azonosak. Figyelj oda a higiéniára. Most kezed sűrűn, szappannal. Légy nagyon óvatos, amikor olyan helyeken vagy, amit nagyobb tömegek látogathatnak, legyen szó mosdókról vagy tömegközlekedésről. Kerüld el ilyen helyeken bárminek a megérintését, amennyire csak lehetséges. Ugyanez vonatkozik a szádra és a szemeidre. Ha csak nem most el éppen kezed szappannal, akkor ne fogdosd az arcod. Hogyha valaki a fertőzés jeleit mutatja, kerüld el, de legalább egy 1 méteres távolságot tartsatok. Mivel légúti vírusról van szó, az emberek arcmaszkokat hordanak, viszont ezek a boltok polcain voltak nem valós orvosi eszközök. Nem tökéletesen simulnak az arcodra, nincs bennük rendes légzőapparátus, így ne ellenszerként gondoljatok rá, hanem egy plusz, megelőző eszközként. 5. Mi a kezelés menete? Sajnálatos módon egyelőre nincsen vakcina ellene, ami meggátolja a COVID-19 terjedését. Ami még rosszabb az a tény, hogy nem létezik megfelelő kezelés vagy ellenszer, ami már a fertőzötteket kezelni. Tehát egyelőre nincs ellenszer, így ennek hiányában az egészségügy is csak a pácienseknél a tüneteket enyhítheti, illetve a fontos szerveket segíthetik. Az immunrendszerünk képes megküzdeni a vírussal, hogyha az elég erős, viszont a kórházi kezelés kellően súlyos eseteknél a legjobb esélyünk a gyorsabb gyógyulásra. 4. Hova terjedt el? 潜伏期大约在10天左右，最短的潜伏期有1天发病，最长的潜伏期是14天。潜伏期具有传染性。 Az egyik legijesztőbb aspektusa a vírusnak a terjedési sebessége. Two of the people who died are outside the infection hot zone, as it's known in China's central Hubei province. There are at least 830 confirmed cases of people sickened by the virus. The number of reported illnesses outside mainland China, it's also up this morning. Ugyan sokkal hosszabb időszaknak hat, csak 2019. decemberében kezdődött. December 18-ára legalább 8 fertőzött volt, január 2-ára ez a szám 41-re ugrott. A karantén ellenére a vírus egyre csak terjed Kína szerte. Jelenleg 118.000 felett van a megerősített esetek száma, és 4.000 fő felett a halottak száma. As you can see from this graph, the number of cases has spiked over the past week, and the city of Wuhan continues to be at the center of the outbreak. Sajnos Wuhan egy nagy csomópont, ahonnan világszerte közlekednek emberek, és a COVID-19-et már legalább 114 országban kimutatták. Csak olyan országból, ahol 50 megerősített fertőzöttnél is több van, 45 van jelenleg, rengeteg országban pedig már megjelent a fertőzés, de a számok még csak most kezdenek el majd növekedni. Harmadik, halálos. Chinese authorities are warning that the deadly coronavirus is becoming more infectious as countries around the world scramble to limit the outbreak. A mai napig a COVID-19 gyengébb és kevésbé halálos, mint más hasonlóan terjedő vírusok. A halálozási rátája meg sem közelíti a SARS-ot, ami 9,6%-os volt, vagy éppen a MERS-et, ami sokkal durvább volt, a maga 34,4%-es halálozási rátájával. Symptoms include fever, cough and shortness of breath. For many, those symptoms are followed by more severe complications, such as pneumonia and kidney failure. The World Health Organization estimates that 36% of infected patients have died from MERS. A halálozási ráta a COVID-19 esetében mindössze 2%, és ez a szám is változik folyamatosan az újabb és újabb megbetegedésekkel. Ez a 2% is főként olyan betegeket rejt, akiknek már volt előzetesen valamilyen tüdő problémájuk, így feltételezhető, hogy az emberek többsége fel fog épülni. Több országban pedig vannak már betegek, akik fel is gyógyultak belőle. Growing number of pneumonia patients are now in recovery. The first case in Pingxiang City in Jiangxi Province has recovered and been discharged, as well as 2 more patients in Shenzhen and 2 more in Shanghai. Viszont, hogyha nem sikerül megállítani, akkor már ez a 2% is hatalmas károkat fog okozni. Második, vészhelyzet van világszerte? Röviden, igen. 2020. március 11-én a WHO a COVID-19-et világjárvánnyá minősítette. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Hogy mit jelent ez pontosan? Azt akarja lényegében, hogy a helyzet már világszerte egy nagyon komoly problémává nőtte ki magát. There are now more than 7,700 confirmed cases worldwide, the death toll climbing to 170 in China, where cases are now confirmed in every province and 20 countries around the world. Ez ahhoz is hozzásegíti az országokat, azokat, akik már megfertőzöttek, illetve akik még biztonságban vannak, hogy megtegyék a megfelelő óvintézkedéseket a vírus kiszorításához. A WHO nem kényszerít semmilyen lépésre országokat, viszont fontos javaslatokat tesz. A 2019-es koronavírusnál nem Kína válságkezelése játszott fontos szerepet a kinyilvánításban, hanem a vírus terjedése egyéb, gyengébb egészségügyi rendszerrel rendelkező országokban. The World Health Organization is being very clear. They are commending China for this response. Dr. Tedros in his remarks just now saying that we would see many more cases around the world and potentially deaths if China hadn't acted the way that it had. Magyarországon is naponta növekszik a pozitív tesztek száma, de mindenkit kérünk, ne pánikoljatok. Mossatok kezet, kerüljétek el a zsúfolt helyeket, és legyetek nagyon felelősek a saját tetteitekért. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis haranggombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, mikor készülhet el a vakcina? Az egyik legnyomósabb kérdés az, hogy mennyi időbe telik a globális tudományos közösségnek létrehoznia és terjesztenie egy vakcinát. Sajnálatos módon ez egyben az egyik legnehezebben megválaszolható kérdés. Kínai tudósok már felajánlották a vírus genomját a világ különböző tudós közösségeinek, hogy egy nemzetközi együttműködés keretében kaphassanak választ. Work is underway on a vaccine in a number of labs around the world, including here in Canada. Az optimistább kutatók bíznak benne, hogy tesztelhetik a vakcinákat hónapokon belül, és hogy az készen fog állni a tömeges terjesztésre 2020 közepére. A pragmatikusabbak viszont felkészítenek minket, hogy lehetséges a hosszabb várakozási idő. The reality is, it will take over a year in my expectation to really find a new vaccine for this. So we need to really use epidemiological controls to really get this situation in a better place. A SARS-nál 20 hónapig tartott, hogy egyáltalán a tesztelésig eljuthassanak, egyes kutatók szerint pedig a COVID-19 esetében ez inkább közelebb lesz egy évhez. But what I can say is that even with the most rapid acceleration, I don't believe we are going to see a vaccine that is ready probably for a year. Nektek van még kérdésetek a koronavírussal kapcsolatban? Érdemes a leírásban is található ezzel foglalkozó honlapon tájékozódni, viszont írjatok nekünk nyugodtan kommentet, szórakoztatóbb tartalmakért pedig kövessétek a csatornát és iratkozzatok fel. Vigyázzatok magatokra!